Sziasztok, ez most egy speciális filmtáradás lesz, amit csak is egy filmzenei koncertre fog szólni, amit néhány napja volt nagyon nagy szerencsém látni, és leginkább főleg hallani. Ez a koncert a Music Pie nevezetű koncertsorozat, ami sajnos évente legjobb esetben is talán azt hiszem kétszer vagy háromszor szokott lenni, de általában mostanában évente egyszer van, vagy sokkal többször kéne, mert dugig van ilyenkor a koncertterem, egy ember sem hiányzik a helyekről. Ez a koncertsorozat Music By egy filmzenékkel foglalkozik, élőben adják elő, vetítéssel a háttérben, ahol általában adott filmek legsikeresebb, legjobb jeleneteit mutatják, vagy éppen konkrétan azt, ami alatt durván ezek a zenék mennek, amiket előadnak. És mindig változatos zenékről van szó, próbálják úgy összeválogatni, hogy tényleg többféle stílusos helyet kapjon. Ennek egyébként mestere, a nagyon nagyszerű karmester, aki a karmesterkedésben is a legjobbak között van Európában mindenképp, de lehet, hogy a világon is szerintem, Christian Schumann, aki szerkesztette is ezeket a műsorokat, tehát ő válogatta ki ezt, hogy külön interjával is mondja azt, hogy és egy plusz nagyon jó része a karmesterségnek, hogy általában ő állítja össze ilyenkor, ilyen különböző film részletek, illetve filmzenék esetén, például milyen filmekből legyenek a különböző zenék, ugye soundtrack-ek, és ezt is nagyon jól tette, ahogy a karmesterkedésnek is az egyik legjobb embere. Ő egyik magyar szülő gyermekként született a németországi Freiburg in Breisgau-ban, vagy Breisgau-ban, ezt most sajnálom, nem tudom kimondani pontosan, 1983-ban. És 6 évesen kezdett zongorázni a Freiburgi Zenei Egyetemen, tanult vezényelni, és karmesteri zeneszerzés diplomáját 2007-ben szerezte a Weimari Liszt Ferenc Egyetemen, Nikolás Paskét és Michael Obst tanítványaként. Michael Obst egyébként, ha jól emlékszem, talán a Bolzsáknak a zenét írta, de ebben sem vagyok százszerzelékig biztos, mindesetre valamelyik sorozatnak besegített az a névvel, de most fejből meg nem mondom nektek, egy viszonylag nevesebb zeneszerző. És ugyanebben az évben egyébként meg is nyerte Christian Schumann a Budapesti Nemzetközi Karmesterversenyt. Ezen kívül nagyon sok más karmesternek is segített, nagyon sokszor van olyan, hogy karmester asszisztensek is vannak, ezt nem tudtam meg, erről nem is tudtam, amikor is híresebb karmestereknek kell a segítség, mert van olyan, hogy három zenekar játszik egyszerre, vagy akár egymás után, de akkor is egy estén három zenekarnak kell karmesterkedni, vezényelni, és ilyenkor kell a segítség az asszisztens, és többször volt egy Christian Schumann-t szemelték erre a feladatra, nagyon is jól. Dolgozott Gustav Damellel is, aki sokszor John Williams-et dolgozott, ilyen John Williams koncerteken karmesterkedik az egész világon. És még jó pár emberrel dolgozott, most fejből nem tudom összeset fősorolni, de lényeg az, hogy nagyon sok emberrel, Ötvös Viktor vagy Péter, bocsánat, nem tudom hirtelen, ő nagyon sok opera, átírt operát játszott, tehát karmesterként, illetve zeneszerző is volt, például Lengyelországban is több koncertje volt, meg aztán Németországban is, ott is volt Christian Schumann. Hát a Christian Schumann nagyon sokszor játszik Budapesten, itt Pécset is értem szerintem, csak a Music By keretében, illetve természetesen Németországban is nagyon sokszor jár, illetve Franciaországban is nagyon sokat játszik, ahol most a szem él jelenleg. És hát nagyon sokszor jár még Lengyelországban, és talán Angliában vagy Amerikában, de ezt sem tudnátok megerősíteni. Tehát egy igazán elfoglalt művészről van szó, akiről mindenki csak művészként lehet említeni, hiszen egy mestermű, amit eljátszik és eljátszottat a nagyon nagyszerűen tehetséges zenekaraival, akiket szintén ő válogat ki, tehát a karmesterkedésnek úgy tűnik, ez is ugye egy alapvetétel, hogy egyrészt válogassuk össze a műsort, és válogassuk össze jól ugye a zenekart, és a zenekarnak a különböző egységeit, különbözőféle hangszereket. Itt nagyon-nagyon nagy számú zenekar volt, nagyon-nagyon sokféle különböző hangszerrel. Voltak egzotikusabb és speciálisabb hangszerek, meg ilyen törzsi-szerű hangszerek is szerintem. Nagyon sokféle
hangszer volt. Ugye eleve, majd mindjárt mondom a műsor listáját, ilyen különböző filmzenéket, amikből játszhallhatunk nagy részleteket. És ott szükség is volt ilyen különböző hangszerekre. No hát még annyit ugye, hogy a koncert az egyetemen a Pécsi Kodály Központban volt. Legtöbbször ide szokta leállni a nagyobb koncertekre. Máshol is van azért néha Pécset, de egyik sem ilyen jó helyszín, ilyen jó akusztikával, ilyen jó látványvilággal, hangulattal, és ennyire jó egységgel igazából, ahogy a Kodály Központ meg van alkotva, és a zenekarnak is mindig tetszik, hogy nagyon látszik, hogy élvezik, hogy itt játszhatnak. Egy kis a bányoldala is egyébként a zenekari életnek, illetve a zenész életnek, erről majd a vége felett talán a mai beszélgetésemnek fogok majd mesélni. A lényeg az, hogy a Kodály Központ tényleg az egyik legjobb helyszín ilyen műsorok eljátszására. Voltam már majdnem 10-szer, szerintem 8-9-szer biztos a Kodály Központban. Különböző koncerteken legyenek azok elég változatosak, oda volt könnyű zenei, ilyen jazz-szerű, egyház zene is, Bach, illetve egyéb klasszikusok, Liszt és sorolhatnám Mozart, és most sem tudom, hogy jutam még ki volt, tehát klasszikusok koncerten is voltam, akkor voltam egy 40 éves évfordulón nemrég, így egy-két hónapja, az is nagyon jó volt egyébként, és most pedig ugye a filmzenei koncerten, és még sok más, egyéb volt egy hegedűs koncert, egy hegedű és hangverseny. Most április 5-én egyébként rakott a koncert. Nagyon-nagyon jól lett összeválogatva tehát a filmzenei lista. A Spannon Filharmonikusok zenekar is megint kitett magáért a legtöbb számot, zenét. Teljesen ugyanúgy játszott el, ahogy azt a filmben hallhatjuk, csak az élő zene varázsa és éltető ereje, és az a rohadtul nagy, már bocsánat, rohadtul nagy kitárolkozó erős energia, amit árasztottak magukból, a hangszereikkel, tehát az valami nagyon erős volt, és sokszor szívhez szóló volt, sokszor drámai, sokszor romantikus, sokszor esetleg csöpögős, sokszor békés és családias, sokszor horrorisztikus, nagyon sokszor akciódús és nagyon sokszor feszültséggel teli, és nagyon sokszor sejtelmes vagy misztikus, mert ilyenek voltak az részletek is, amelyeket a különböző filmekből hallhatunk. Ami engem meglepett, egy hatalmas brácsa vagy cselló, sajnos ezeket mindig összekeverem, ezzel sosem voltam jó, ebből a részből a cselló, brácsa és egyebek. Csak hegedű, zongora, gitár, ilyen alapdolgokat tudok leginkább, vola, klarinét, szakszofon is sorolhatnám. Illetve fúvósok egy része, nem, tehát ebben valahogy sosem vagyok, úgyhogy ezt elnézést kérek, de esetleg vagy egy brácsa, vagy egy cselló. Annak volt a nem is tudom, 20-szorosa körülbelül az a hangszer, ami viszonylag közel is volt hozzánk, és csak csodálkoztunk egy viszonylag új ismerősömmel, ki eljött a koncertre, hogy ez hogy lehet cifelni, hogy lehet jó hosszú távon, majdnem 2 órán, ilyen esetben 2 órán át kezelni, mert akkora volt, hogy olyan hihetetlen. Ekkorát még nem láttam bármelyik koncerten, de voltam azért összesége életemben a páron, és ezen kívül, ami meglepett, hogy mennyire egyszerre használták és játszottak a hangszereiken, a tehetség a zenészek. Tehát máskor is természetesen 99%-ban így játszanak a zenészek, de itt aztán egy teljes összehangoltságot láttam, hallottam. Ez kellett is, mert a filmzenéknél ugye nagyon még jobban hallatszik talán, hogyha valaki nem időben játszik, vagy félre játszik, vagy hibázik, vagy stb. Ugye itt különböző jelenetekre kell
jobban odafigyelni az, hogy az adott jelenetet lefesse a zene. És ami nagyon fontos, hogy abban is teljesen 100%-osan tökéletesek voltak az előadók, a zenészek, és hát ugye a karmester úr, hogy a háttérben a vászonlátható filmes jelenetekhez teljesen 110%-ban passzolt a zene. Annak ellenére, hogy ugye nem az egész filmet láthattuk, vagy konkrétan általában nem 100%-át annak a jelenetnek, aminek éppen a zenét hallhatjuk, teljesen nagyon meg volt vágva, és meg volt csinálva a háttérítés is, hozzá teljesen jó volt a zene. Ami még észrevettem, az az, hogy a karmester is hát elfáradt azért az előadás végére, mert nagyon-nagyon is nagy energiákat kell belefektetni abba a koncentrációba, ami egyetemen látszott az előadás során, mind a zenészeknél, tehát csak a zenészeknél, mind a karmester úrnál, és a karmester úr, meg a zenészek nagy része is mindenképp teljesen bele is érte magát, így még jobban ott volt, még több energiát vitt bele, és néha már jó, hogy nem megizzadt abba a néhány számba is csak akár, ami koncentrált, hiszen neki ugye több különböző zenekari egységre és hangszerekre kell figyelnie, és azon belül is arra is kell figyelnie, hogy ne legyen túl mély, túl magas, arra is kell figyelnie, hogy milyen durva legyen, arra is nem durva, hanem G-dur, egyedi-dur, arra is kell figyelnie, hogy mély, magas legyen, arra is kell figyelnie, mennyire elnyitott, kinyitott legyen, vagy sem, arra is kell figyelnie, hogy milyen hangszínben játszanak, és lehet sorolni, minden mondjuk alap dolgokhoz nem értek én se, de mondjuk a zenét, a klasszikus zenét is, hát gyerekkorom óta kedvelem. Mindenesetre a lényeg az, hogy és van egy elég jó ritmus érzékem is, dobba és zongorába, például kokáért hegedűbe, de már legalábbis így a, meghallom a hangot, a dallamot, akkor még néhány szeresre meghallgatom, és már a fejemben van, főleg hogyha tetszett, vagy dallamos az a dallamsor, akkor biztosan, és utána azonnal is össze tudom idézni, akár is tudom fütyülni is, jobb esetben. Mindenesetre ezekhez nem értek annyira azért. A lényeg az, hogy a karmesternek egyszerre több dologra kell figyelnie. És ahogy mondtam, egy előkészületi, preferálási rész, ahol megszerkeszti a listát, és összeszedi a legjobb, akár a legjobb zenészeket a produkcióhoz. Őket fölkészíti, ugye a tréninget, a különböző próbákat szintén ő csinálja, tehát ezért nem erről van szó, hogy ezt majd mások megcsinálják. Ott fog megismerkedni igazán a közönséggel, a különböző próbákon. Ott ismerszik meg mind maga, ő maga, ugye a zenekarának szemében, mind fordítva. Tagjait, és ott fogja ő a legjobban megismerni, nem az élő előadás értelemszerűen. Tehát ez így is van, jó, mi előjön az élő előadás, már minden 100%-osan készen áll ideális esetben. Az adok előjön az élő előadás, akkor pedig hát ugye van egy enyhén erős és nagy valószínűleg izgalomfaktor. Ugye hát egy egészséges druk jobb esetben, és erre jön rá az, hogy mindenre koncentrálni kell, minden szekundumra, minden különböző hangszerre, és arra is természetesen, hogy éppen milyen stílusú klasszikus zenét, vagy akár kortárs zenét játszanak épp, melyik az a hangszer, ami központi elemet tesz ki ebben a jelenet sorban, és melyik azok az egyéb hangszerek, amelyek kiszolgálják, vagy mint egy oldalból oda segítkeznek a központi hangszernek az adott zenei részlet kiteljesítésével, most szépen fogalmazás volt tőlem. És erre is figyelni kell, és hát ugye azért ez nem egy egyszerű dolog.
hogy egyszerre, néha akár egyszerre 8 különböző hangszertípusra is mondjuk figyelnie kell. Nem mond rá, milyen hosszú távon ez, tehát csak is kikapcsolódásnak és hatalmas érzetnek és hobbinak. Mind a zenészek, mind a karmester úrnak, ugye ez valószínűleg hobbija és szerelme, és nem csak munkája. De sajnos, amit már kicsit említettem, korábban van egy negatív oldal ennek, de egy 2 órás előadás is előtte van, egy grupál próba után, és előkészületek után, hát a drukkal együtt, nagyon elfáradnak a zenészek és a karmester úr is, ezt a backstage-ben tapasztaltam. Úgyhogy, hát nem csak játék és mese, ugye az élet sem az, úgyhogy ezen túl egy kicsit máshogy fogok tekinteni azért részben a zenészek életére, mert látom, hogy nagyon-nagyon elfáradnak, és hogyha azt belevesszük, hogy esetleg még sokat kéne utazniuk is, Mr. Schumann utazott ugye mindenképp Pécsre, többiek is jelen helyzetben lehet, hogy nem a pillanatokosok a Pécsi csapata volt, ez a zenekar, de ha valaki mondjuk itt Amerikába fog koncertezni, akkor az neki ez még rosszabb lesz, főleg az időeltolódással. Itt én az előadás után nagyon átéreztem azt a nagy teret és azt a nehézséget, azt a fáradtságot, amit láttam a szemükön, az arckifejezésükön a zenészeknek. Egyszerűen a kicsit néha majdnem azt éreztem, hogy még nem bele is fásult van a munkájában, mert sajnos hallottam olyat, hogy egyes zenészek, zenekarok is akár nagyon belefásulnak azt a munkájukban, de hát ez máshol is lehet, nem csak a zenészeknél, akárhol lehet szinte. De ez is ott lehet akár, meg hát tényleg az a nagy fáradtság, ami ennyi munka után azért nem is csoda. De egyszerűen rossz volt látni, sosem jó látni számomra, hogyha valaki szenved. Vagy nagyon túl már elfáradt, és a fáradtságnak határában. Nekem ez sosem jött be, nem tetszett, és most ezt láttam. Ezt láttam a szemeken, az arckifejezéseken. Voltak kivételek, de csak egy számban. És hát lehet, hogy még délelőtt még lehet, hogy máshol játszottak. Tehát azért ezt így kell fölfogni, hogy nem csak szórakoztatás ez a részükről, hanem kemény munka. Hosszadalmas, nehéz, kemény munka, aminek megvan a gyümölcse, a pozitív oldala, de ott van az a negatív is, hogy azért ez nem egy könnyű meló, és nem egy könnyű melódia. No hát, de térjünk rá az egyik mindenképp lényegi részre már, ilyen műsorra. Elsőként sorba fogom mondani, elsőként David Arnold és Chris Corner. Ugye méltán a híres Casino Royale fő témája is részben, illetve hát ugye a fő címadódala, You Know My Name, azaz ismered a nevem, mondjuk ezt más is fordították, de ezt nem kéne, már ismered a nevem. Hát igen, párszor már megismertük a Bond film történelem során. Nagyon-nagyon durva és nagyon ütős volt, ezt hallottam már rock változatban a Parts of the Fall-tól, ott is nagyon ütős volt. Élőben, pár felvételről, de élőben játszották. Viszont itt még inkább hatásos volt, bombasztikus, tehát tényleg a bombasztikus erő már itt az első számnál jelen volt. Nagyon tetszettek az erőteljes hangzások, ami nem csak ugye a zenekar érdeme, hanem a nagyon jó kialakított akusztikával ennek az ugye Kodály Központ koncertelemé is, és hát a hangmesterévé, karmesterévé. Aztán John Barry, The Best of Bond, Bond a javából című sláger egy vele következett, amely John Barry legjobb Bond slágereinek, hát egy részét, mert nem a nagy részét, de egy részét tartalmazta, azt hittem, hogy kicsit hosszabb lesz. Ugye John Barry körülbelül, ha jól emlékszem, talán 80-as évekig dolgozott, nagyon sokáig ő volt, hogy 70-es évek végéig, ezt múltkor egyébként megbeszéltük ugye Bottonttal a James Bond adásokban, fejben már nem emlékszem, de esetleg nagyon sokáig dolgozott, a 80-as évek elejéig szerintem biztos. És hallhattuk például a Live or Let Die című opus, ugye a címadó dalat, illetve a fő témát is. Szerintem a Diamonds Are Forever is elhangzott egy ilyen az örökkő valóságnak, illetve ugye az alapvetően a Dr. No-ból, amit sajnáltam, bár lehet, hogy egy pillanatra ez is benne volt a Goldfinger. Mindig odaért kell, ugye valamennyire oda, aztán mindenki fel az ének hang is, a nagyszerű Shelly Berry-től.
lehet, hogy most rossz nevet mondod, de hasonló volt a jelenleg a hölgynek, aki még 76 évesen az Oscar átadón is annyira jól elénekelt ezt a számot, de ez a kicsit hiányoltam, illetve azt jártam még, hogy lehetett volna legalább mindegyik James Bond fajtával, típus volt, tehát az összes olyan film, amelyben egy-egy különböző színész, egy másik színész játszott a James Bondot, és itt nagy részt gyakorlatilag csak Sean Connery és kicsit csalódás volt. Lehetett volna még több, és még több. Ugye ez a Bond szám, ugye ez a jó, hogyha ha az ember még többet kíván. Ez már jelzi a koncert minőségét, hogy mennyire jó és pozitív volt. Talán még az aranypisztolyos férfi zenéje is volt, illetve azt hiszem a Thunderball című Bond filmnek a fő címzenéje is. Még ezt a filmet nagyon kedvelem. De a Fécizenével még ott sincs olyan nagy baj, amelyet Tom Jones énekelt. Még volt, kérem szépen, azt hiszem a Kim, aki szeretett engem. Ha jól emlékszem. Szerintem igen, az volt. Vagy az előtte lévő, most nem tudom hirtelen, de mindegy. Ez azért voltak, csak leginkább Sean Connery és Roger Moore nem volt, Dalton nem volt, Pierce Brosnan, például GoldenEye, és nem volt ugye, mondjuk tudom, hogy Skyfall, mondjuk, legyenek régi rából. Viszont, amit hallottunk, az mesteri volt a továbbiakban, és itt már mindenképp figyeltem arra, minden egyes rezdülésre, ha tudtam, különböző hangszereknek a hangzására, a csendülésére. Most már ez valóban fülem valamennyire hozatán merhetem ezt kijelenteni, hogy hát most elmúlt 10 évben nagyon sok zenét hallgattam már, klasszikus zenét is. És most már nagyon próbálok figyelni a különböző hangszerekre. Amikor meghallom az adott soundtrack egy-egy trackét, dalát, egy számát, nem mindig, elsőként ha meghallgatom, akkor az egészre figyelek, de amikor már több egyére hallom, és a Bond számokat már sokszor hallottam, akkor megpróbálok figyelni különböző hangszerekre, arra, hogy hogyan segítik ki egymást, hogyan játszanak rá egymásra, hogyan alkotnak egy igazi melódiát együttesen, és külön-külön is hogyan játszanak szerepet az adott dalban. És itt erre most nagyon felfigyeltem. A Best of Bond daloknál nagyon tetszett, és nagyon erőteljes ütős volt már megint. Hát tényleg szinte zengett az egész Kodály közben, néha azt hittük, hogy ki durran a fülünk. És ez ugye a szüket dobhatják, mert nem marad be sokáig. Nagyon jó volt tényleg. Tehát a filmzenék ereje a filmek alatt, ha nagyon jó, és a film is egész jó, főleg nagyon erőteljes tud lenni, viszont így élőben még sokkal jobb volt. Tehát én a James Bond dalok jó részét szeretem, nagyon szeretem, kedvelem, hangulatosak, stílusosak és változatosak, és minden mellett hát klasszikusak, és nagyon jó némelyik világ volt, még amit említettem már, az máig örök klasszikus, és egyik kedvenc, de lehetne még sorolni egyébként jó párat, a Kém, aki szeretett engem, már említettem, a GoldenEye, Skyfall, Casino Royale, akkor a... hát mint a Live or Let Die is, de ott van például még a másik, vagy talán a legeslegjobb Roger Moore film is, amit itt említ eszembe, ugye Kim, aki szeretett engem mellett, maga nem ez nem az volt, na mindegy, de ezeket már elmondtuk a bondadásokban, itt van a nyelven, de tehát ezeket én nagyon szeretem. Úgyhogy most megpróbáltam mindig minél jobban figyelni a különböző részletekre. Aztán jött egy John Williams szekvencia, méghozzá kettő John Williams filmzene, és először a világok háborúja, Will Smith-et hallhattunk,
Igen, ez gyakorlatilag azt jelentette, nem tudom pontosan mi az a Switch-tel, de valószínűleg azt jelentette, hogy igazából lefestette, adott egy képet az egész filmről, úgyhogy hát nem hallottuk az egész filmet, hanem abból most egy ilyen 7-8-10 perces jelenet sor láthattunk, és alatta azt is hallottuk, hogy milyen különböző témák voltak a filmben, olyanok, amelyek emlékezések maradtak. Volt egy családi téma, egy feszültségetlen téma, egy horrorisztikus téma, egy drámai téma, meg akcióval ellátott ilyen szívis téma. És a jelenetek is így igazodtak hozzá. Én a filmet nem nagyon szeretem, nem nagyon kedvelem. Ezt talán lehet, hogy tudjátok, viszont egy-két jó ötlete még is bejött, ami viszont tényleg föltűnt, hogy John Williams, azért mindig John Williams marad, még a rossz filmeket is felhúzza, és ezzel az a néven is ugyanezt tette. Aztán következett a John Williams-től. Típusú találkozások, amelyből részleteket hallottunk, már nem voltak olyan egységes képben, vagy egységben megjöttek, nem voltak switch jellegűek ilyen szempontból, hanem igazából csak switch-eket, vagy részleteket hallhattunk, de nagyon jó volt ez is, én ezt a filmet szintén nem annyira kedvelem, mondjuk a világok háborúját találja fokkal jobban, de egyébként nem sokkal, nem rossz film, csak nem az én stílusom, és pedig szeretem a switch-t, de valahogy nem jött be. Mindenesetre ez is egy olyan típusú film volt, amelyet a John Williams-nek a zenéje megint följebb vitt. Egyszerűen hihetetlen ez a pasas, ez a klasszikus zseni zeneszerzőnek mekkora ereje van a hagyományos klasszikus zeneszerzéssel, hiszen nem lehet használni elektronikus mai modern elemeket, mondjuk a színnek, és ennek ellenére mesteri. És mindig meg tud újulni a legtöbb film esetében. És sokszor Hans Zimmer ma már meg nem tud megújulni, hogy magát, önmagától lop sokszor, vagy például 12 évnyi rabszolgaság, vagy hogy volt. Na hát, de menjünk tovább, Steven Warbeck-et nagyon ismertem. A szerelmes Shakespeare-ből hattuk egy switch-et, ez is egy olyan jelleg volt, tehát igazából egy egységes képet adott mind a filmről, magáról, mind a zené által, a zene által, és a zene is egyben volt. Nem nagyon, alig éreztem azt, hogy mondjuk abban hagynak egy részlet, és következik egy új, hanem így egyben volt az egész. Most ezt jelenti a switch, hogy a legjobb melódiákból öntenek össze egy nagy 8 perces etüdet, vagy egy ilyen nagy számot. A filmet talán még annyira sok érzem, mint a videók háborúján, viszont a zene itt is nagyon jó volt, a végén volt egy picit amerikai és csöpögős minimális, ahogy a film is, de összességben nagyon kis szíves szó zene volt. Aztán Michael Giacchino jött a sötétségben Star Trek-kel, ami szintén egy switch volt. Ez ugye 13-as a legújabb zene volt, én emlékszem a listából. 2013-as, ha nekem nagyon bejött, és szerettem az új Star Trek-eket. És itt hallottuk az új Star Trek főtémáját, a régi, itt kicsit átdolgozva. Hallottuk azt hiszem a Benedict Cumberbatch karakterének, ugye most nem mondom el a nevét, mert spoiler lenne, az eredeti nevét. Tehát az ő témáját is hallottuk, mostanában Klingonok témáját, nem emlékszem, hogy értelem milyen nép volt az, ami a bolygón volt. És hallottuk egy akciószekvenciát is. Nekem nagyon bejött, ütős volt, és ugyanúgy hangzott, mint a filmben, csak még robusztusabb erővel. Mindig az első részéket egy fokkal jobban tetszett. A reboot. Az első rész. Ez ugye annak a folytatása. Aztán jött a Jerry Goldsmith Star Trek 78-as, én emlékszem ugye, Star Trek, amely a másik részek arra ötvet a legjobb része az egész sorozatnak. Az egyetemben, és illetve hát valószínűleg azok rebootok is, de Jerry Goldsmith egy hát szintén egy zseni volt,
főleg abban a korszakban, amikor inkább termékeny volt filmzenék terén, 78-as évek, zseni. És sajnos, hogy Otomi jó pár éve már nincs velünk, úgy sajnálok, mert az ő stílusa inkább talán John Williamshez hasonlítható, és a zseni is, csak ő nem csinált annyi filmzenét, nem volt akkor a produktumgyártó, mint John Williams. Nekem amiket csinált, azokat szívvel, lélekkel, és nagy tehetséggel tette. Azért a filmzenei szerzőknél is látszik ez, hogyha benne van a lélek, a film zene szeretet, és a szívet beleadja. Érzelem van benne, legyen az düh, vagy legyen az nagyon nagy szeretet. Bele is kell vinni különböző zenei stílusokba, és akkor lesz igazán szuper. Egyébként ezt említettem, hogy Christian Schumann zeneszerző is, és azért zeneszerző, mert meg akarta ismerni a procedúrát, amin így átmennek a zeneszerzők, akinek a számait, a dalait, különböző trackjeit levezényli. Majd kezdek kicsit kiszáradni. Elfelejtettem vizet rakni. Na. Tehát... ezt is megcsinálta. És... tehát a film zeneszerzői szakot is elvégeztem. Hogy megismert a procedúrát, amin átmentek a zeneszerzők. És így jobban átlátta az egészet, hogyha mondjuk például így filmzenét kellett eljátszani. Sokkal jobb így mindenképp, ez biztos egy tapasztalati út is egy minden mellett a filmzene szeretete. És hát általában a klasszikus zené, a kortár zenéjé is. Én két összem kedvenc zeneszerzői, összem Brahms, Mahler. Fú, és még egy pár van, és sajnos fejben nem fogom tudni megmondani. Remélem, hogy egy interjú összejön majd Mr. Schumannal. És akkor ezt is még részesen meg tudjátok. No hát de menjünk tovább. Nagyszerű volt a régi Star Trek is. Igazi hangulatot, retro feelinget hozott magával. Robasztus ez a zene. Aztán Max Steiner 33-as eredeti King Kongja. Ha jó, ködben az áldozati tánc. Ezt a két jelenetet hallhatjuk, illetve a film végi jelenetet, ugye? Ami elég drámai és szomorú. És miután elkapják Kongot, azokat is, a részeket is. Itt többentem rá, hogy az egy az egyben a 33-as verzió az. Az egy az egyben majdnem a 2005-ös is. Csak 2005-ös látvány van egy ezerszer jobb. De hát ugye eltelt pár év. És azt nem tudtam, hogy ennyire ugyanazt gyakorlatilag. Jackson remake-et csinált. Ténylegesen. A jelenetek szinte ugyanolyanok. Néha még a kamera is. És a zene is egy kicsit hasonlít. Sokszor. James Newton Howard által szerzett 2005-ös remake-hez írt zenéhez. Ez is jó volt, bár nekem annyira, talán ez a rész nem tetszett annyira. Nem tudom miért. Jó játszottak itt is a zenészekben, hogy nem volt annyira szíjancsicske a film, se annyira az eredeti. Aztán, ha már James Newton Howard, az ő témáit hallhatjuk a Batman Sötét Lovag Speedben. No, ez is egy kicsit csalódás volt, de ez csak azért, mert rövid volt. Lehetett volna még egy-két James Newton Howard rész, illetve a háttérben az első részt láthattuk, nem a második rész, amiben a zenék voltak. És hát ugye nem volt semmi Hans Zimmer rész, pedig Hans Zimmer egy kicsit több témát csinált valamennyivel a filmbe, mint Newton Howard, aki az érzelmesebb drámai részeket rakta be, és nagyon jó. Szívvel inkább a fő témákat, az akciódus részeket és Joker témáját. Nagyon szuper volt, ez is csak rövid volt, tényleg ez volt vele a baj. Véleményem szerint, de nagyon jó volt hallani. Aztán itt Elliot Goldenthal mindörökké Batmanje, egy Grand Gothic Suite, ami azt jelenti, hogy egy gotikus változata, és egy suite, de egy nagyon hosszú, talán minden órás suite is volt. Az egész filmet szinte leképezte, ez volt az egyedüli, ami szó szerint az egész filmet és az összes karakter és egyéb témát leképezte. Nem vagyok rajongó a harmadik, negyedik régi Batmannek, de a jobb Batman az még mindig a mindenökő Batman a Batman és Robinhoz képest.
Viszont a zené ez tényleg robosztus, olyan opera-szerű, sokszor, minimál sokszor ilyen cirkuszi a szó jó értelmében, ilyen filmben volt is egy cirkuszi jelenet, illetve ilyen hogy a különböző karaktereknek mind-mind van saját témája, van benne egy kis gótika, megtartó egy picit Daniel Elfman stílusát, van benne egy kis sajátos Golden Talk-féle stílus, tényleg nagyon sok opera jelleg, néha egy-két ilyen sajátos játékosság. Tehát én szabadon megértettem, hogy miért talán a Benderekébe mennek a zenéje volt a legjobban kidomborítva és kifejlesztve és bemutatva ebben az estében, ezen az estén, bocsánat, és azt kell mondanom, hogy megértettem, mert ennél a filmnél szinte mindenre meg volt a lehetőség a zenekarnak. Ez úgy volt felépítve, hogy tényleg lehetett, volt benne romantikus rész, volt benne holisztikus rész, humorosnak vagy játékosnak szánt rész, drámai rész, akció rész. És lássáról is az egy egyetlen filmszerén belül itt a mai estén, vagy az akkori estén. És értettem már, hogy miért építette így föl tényleg Christian Schumann, hogy ez volt a záró rész, és ebben beleadtak a pajtányai. És minden részt itt szinte eljátszották, és tényleg a film elejétől a végéig szinte eljutottunk képekben is. Amit sajnáltam viszont egyedül még, ami bármilyen jó hosszú is volt, hogy nem hallottuk a YouTube nagyon népszerű dalát, esetleg szerintem azt eljátszották volna valahogy eljátszani, még hogyha talán gitár annyira nem is volt, bárki tudja, lehet, hogy a háttérben az is volt egyébként, mert nem láttuk, olyan nagy volt a zenekar, olyan nagy méret és a színpad is maga, hogy a hátsó részeket nem láttuk, csak hallhattunk és következtetettünk abból, hogy milyen sokféle hangszer van jelen. Hát nagyon szuper volt, amikor azt hittettük volna, hogy ez az zárása az estének, mert hivatalosan az lett volna. Összesen háromszor is visszatapsolta a közönségi Christian Schumann-t és a zenekart. Meg is érdemelték. Viszont csak kettő bónusz szám volt, de azok meglepetések voltak. Elsőként egy akciódus talán az X-Men támadások fele játszódó, ha jól emlékszem, filmzenét hallhattunk a Star Wars 7-ből. Ez meg is lepte a nézőközönséget, ahol mások fiatal is jelen volt ezúttal, ami ritka, de hát ugye itt a filmzenéknél ez szerintem annyira, számomra nem volt annyira meglepő egyébként. Utána pedig a Ray-nek a témája sem dűlt föl. Mind a kettő zseniális volt, és ugyanolyan volt a filmben, csak sokkal nagyobb erejű annak, hogy szeretően, hogy élő volt. És utána még volt egy harmadik összetapsolása, és már több szám nem maradt a tarsolyban, de így is nagyon-nagyon tetszett mindannyiunknak. És igazán lelkesítő erejű zene volt. Talán sokan szerintem még szeretnék zeneszerzők, hogy karmesterek lenni. Ha már ezt említettem, volt egy úriember, az ami megnevettetett, aki azt hitte, hogy én vagyok a karmester. Ez kicsit vicces volt. A koncert előtt kérdezte meg. Talán szabadkozott meg, hát csak érdeklődtem és vagy az -e. Mondjuk volt, be volt pöccintve, olyan vörös volt, mint a rák, és hát eléggé látszott, hogy ezért pár feles már nem lehetett. És hát a családjával jött, szóval én csodálkoztam, hogy ez így történt, de vicces volt. És hát a kezemben volt ugye egy lista, meg minden, nem tudom, hogy hihette azt, vagy öltönyben voltam, de hogy én vagyok a karmester, de ezt nem nekem kellett mondani, mint Schumann mesternek. Az előadás 250 perc volt, és volt közte egy ilyen 20 perces szünet. Mivel durván egy 2 órás előadást hallottunk, ami kicsit hosszabb volt, mert előkészület, meg egyébek hosszabb volt, meg a bónusz száma. A jegyek nem voltak olyan drágák, 1-2-3-4-5 ezer forintos árszegmensben volt a... Hát ennél sokkal drágábban szoktak lenni, úgyhogy egyáltalán nem volt drága. Az én viszont megfizethetetlen. Tehát ha még drágább lett volna, akkor is megéri az én véleményem. Tényleg néha majdnem könnycsepp csordult a szememből, meg a mellettem ülőkéből is. Hatalmas tapsvihar volt minden egyes szám után, és hát a legvégén többször is ugye. Ezen kívül láthatóan a 99%-nak tetszett. Találkoztam egy olyan emberrel, akinek nem a stílusa volt ez, azt mondta, hogy a fiataloknak való az inkább. Valószínűleg ebben lehet értük érteni, hogy ez a jellemzőbb, de
szerintem, meg akik, amit néztem a legtöbben, meg nagyon-nagyon tetszett. Aztán ugye backstage még pillanatot tudtam találkozni a karmester úrral, illetve egy-két zenésszel, és hát tényleg az hökkentetlen, hogy iszonyat fáradtak voltak, mert azt gondoltam, hogy fáradtak, de azt nem gondoltam, hogy ennyire. Tehát a mértéket, az arányát nem gondoltam a dolognak ekkorának. Úgyhogy egy kicsit lesújtott ilyen szempontból, mert ezt nem gondoltam volna, minden esetre az ő munkájukat csak tisztelni lehet, és tapsolni ezerszer is, mert teljesen megérdemlik azt a sikert, amit kapta. Mind a padon filmamrikusok, mind Christer Schumann Európa szerte nagyon is ismert, és világ szerte is talán. Schumann dolgozott, azt hiszem, talán Vietnámba is, ahogy emlékszem. Tehát őt azért távol-keleten is elég jól ismerik. Dolgozott már nagyon sok féle országban jövő zenésszel. Köztük egy ismerősömmel is, aki szintén mestere. Egy konkrétan a hegedűnek. Ami mindenképp említendő még, hogy ezúttal jobbak voltak, ez még egy szerzési elem. Sokkal jobb volt a szervezés, sokkal jobbak voltak, közvetlenebb, barátságosabb, a segítőkészebbek, a biztonsági örök. Múltkor ez nem így volt, a 40 éves vonós koncerten, ahol klasszikusokat hallhattunk. Most ez sokkal jobban volt megoldva, találkoztam régebbi ismerősökkel, olyannal is, akit már 4 éve nem láttam körülbelül, így 3 éve biztos. Úgyhogy ez egy nagyon szép este volt, ennyi lenne róla a beszámoló, mert teljes hangom elmegy, így eddig ének idején egyébként, amikor veszem ezt föl. Sajnos időm hát nem épp mint a tenger manapság, úgyhogy általában csak este vagy ilyet tudok venni a különböző részeket, meg ilyen podcasteket. És emiatt hát nem így volt teljesen fölkészülve, de hát én olyan ember vagyok, aki mindig szeret valamit csinálni. Szereti hasznosan eltölteni az idejét, és ezért próbálok nektek mindig frissebb bemutatókat csinálni, mert az a legjobb, hogyha az ember frissen tud valamiről beszélni. Egy idő után az idő elkoptatja az emlékek bizonyos részét, és nem fogsz mindenről tudni mesélni részletesen, vagy nyíltabban. Akár őszintén is, mert kicsit megmásítja az idő a dolgokat, ahogy szokták mondani. Szóval én mindig próbálok azért viszonylag frissen mesélni valamiről. Én úgy érzem, ez a legjobb lehetőség annak, hogy őszintén teljesebb és frissebb adást kapjatok. No, hát ennyit akartam mondani ma, remélem tetszett nektek. Köszönjük még egyszer a zenekarnak, a filmhangosoknak, és hát Christian Schumannek, és a szervezőknek, és a Kodály Központnak ezt a nagyon nagyszerű estét. Ez egy lifetime ment, egy életre szóló élmény volt. Facebookon be is lehet jelölni. Hát majdnem bejelöltem, de inkább nem akartam, mert azért nem akar kivalkodni. Azt ott látja akkor mindenki, de én nekem ez egy hatalmas élmény volt. És reméljük, hogy későbbiekben lesz mind hasonló, vagy más, mondjuk klasszikus zenék, tehát Bach és Rachmaninov, Gershwin, mondjuk azok már annyira klasszikusok van szempontból, történelmi szempontból a zenetörténeti, de ugye Mozart, ugye Liszt, Brahms, Mahler is lehet sorolni, Chopin, úgyhogy ugye Christian Schumann ezeknek a klasszikusoknak is nagyon sokszor már ilyen karmestere volt, olyan szempontból ugye különböző külföldi és magyar zenekarok esetén. Úgyhogy én várom esetleg vagy itt, vagy egy újabb filmzenem, Music By eladáson újra hallhassam a nagyon szuper melódiákat, és újra találkozhassunk. Remélem, hogy egy interjú esetleg később jön megvalósulhat, hanem kíváncsi lennék, és érdekes lenne az interjú, nagyon megtisztelne engem. Én azt hiszem a nézőt, meg én, meg mindenki üdvözölnék őt, és nagyon örülnék neki, hogyha szeretne egy interjú. Karmesterrel még nem készítettem interjút, csak egy-két filmzeneszerzővel, és egyébként egy gitár
gitáros tehetséges zenésszel a YouTube-on, ami még nem került föl, de majd föl fog kerülni, csak össze kell vágni, egy kicsit bonyolult a helyzet. Egyébként nagyon jó lett és nagyon jó srác, ismertem meg. Harry Murrow-ról van szó, hogy kicsoda azt, aki megnézhetitek. Én többet nem mondanék már róla, hogy legyen valami meglepetés is nektek. Mindenesetre az is nagyon jó interjú volt, illetve ugye Paul Romero-val, híres játékzeneszerzővel, illetve egyéb youtuberekkel már készítettem zenei témájú interjúkat is, de nagyon szeretnék egy karmesterrel is, és főleg egy olyan karmesterrel, aki egyben az zeneszerző, és nagyon sok mindent látott, hallott már, és nagyon sok mindent tud erről a szakmáról, általában a zenéről nagy betűkkel, és arról, hogy mennyire be lehet vinni az érzemeket és minden energiát és erőt egy-egy előadásba, és ebben mennyire el lehet fáradni. De ezeket mind megismeri az ember, ha ennyire tehetséges és ismert, mint Christian Schumann. Én szeretnénk majd interjút, meglátjuk, hogy ez megvalósul-e. Remélem tetszett nektek a mai boxot még egyszer tényleg. Erről a nagyon jó és szuper érdekes és élményekkel teli robosztus filmzenei koncertről. A mélyebb visszatartásig búcsúzom tőletek. Sziasztok!